Ove godine se 12. put održava smotra savremenog mađarskog filma u Vojvodini. Arhijeskop je četvrti put ne samo učesnik, nego i organizator ove manifestacije. Ove godine imamo 8 gradova učesnika, znači 2 više nego što je do sada bilo. To su Novi Sad i Zrenjanin. Ciklus traje 7 dana, u zavisnosti u kom gradu, koliko obišljamo 2 projekcije. Trudili smo se da donesemo filmove i sa prošlogodišnje smotre koje publika nije ima prilike da vidi i sa ovogodišnje smotre takođe. Realito se mora znati da pri izboru filmova je merodavno da li određeni producent ili režiser želi da pošalje taj svoj film na neki festival većeg i višeg ranga, tako da nam je to malo suzilo izbor, ali ja mislim da će svako od ljubitelja filmova, pošto ima više žanrove, tako, znači ima drama, ima igrani film, naći ono što njemu najviše odgovara. Megújult Lifka épületben a kortárs magyar filmhét a Vajdaságban elnevezésű rendezvény sorozaton. Egy héten át 8 délvidéki településen láthatnak válogatást a 40. és a 41. magyar filmszemle alkotásaiból. És nagy szeretettel köszöntöm itt az első, tehát a hivatalos nyitófilm alkotóit. Elsősorban nagy tapsot kérünk Mag Károlynak, aki rendezte. És megtisztelt bennünket a jelenlétével, valamint Pozorai Andrásnak, a film producerének. Hogy eljöttek, és még jelentőségteljesebbé teszik számunkra ezt az ünnepet. Valamint köszönjük szépen a támogatóinknak is, a Szabadkai Székhelyi Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Tartományi Művelődési Titkárságnak, a Tartományi Jogalkotási és Kisebbségi Titkárságnak, valamint a Budapesti Nemzeti Kulturális Alapnak. Önöknek pedig kívánok nagyon jó szórakozást, mind Szabadkán, mint pedig a többi város mozitermében, ahol vetítésre kerülnek az új magyar filmek, inspiráló gondolkodásra késztető szellemi és érzelmi inzultusban legyen részük, abban az élményben, amit a jó film a mozi nyújthat. Most pedig kezdődjön a vetítés, így ahogy vattok, ezt a filmet nézhetjük meg elsőként.